Vese világnap. A vesebetegség nem csak hazánkban, világszerte is népbetegségnek számít. Kialakulásánál kockázatot jelent az elhízás és a magas vérnyomás. Fejlesztés a Nyíregyházi Egyetemen. A Magyar Táncművészeti Főiskola kihelyezett képzésén tanulókat mostantól egy új, teljesen felszerelt táncterem segíti a tanulmányaikban. Idén már 82 veseátültetés történt Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vesebetegség nem csak hazánkban, világszerte is népbetegségnek számít. Kialakulásánál kockázatot jelent az elhízás és a magas vérnyomás. Európában elhízás szempontjából az első helyen Magyarország szerepel, világszinten csak Amerika előz meg minket. A magas vérnyomásos betegek száma pedig csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelíti a 170 ezret. Idén is sok volt az érdeklődő a Vese Világnapi Fórumon Nyíregyházán. Ebben az évben a Szabolcs megyei székhely adott otthont az országos központi rendezvénynek is. A programot 12 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre indították, figyelemfelhívó és prevenciós céllal. A vesebetegség a világ lakosságának 8-10%-át érinti. A betegség kialakulásának fő okai az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az időskor. Az érintettek közel 80%-a 65 év feletti. A rendezvényen elhangzott, elhízás szempontjából Európában az elsők vagyunk, de világszinten is csak Amerika előz meg minket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 169 ezer magas vérnyomásos és 45 ezer cukorbeteg van. Ebben az évben az elhízás volt a központi téma a Vese Világnapi rendezvényeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 dialízis állomáson kezelik a betegeket, Nyíregyházán, Mátészalkán és Kisvárdán. Több mint 300-an járnak dialízisre, illetve vannak, akik otthoni kezelést, úgynevezett CAPD-t alkalmaznak. Ezen kívül vannak transzplantáltak, akik már vese átültetésen esnek át, illetve gondozottak, akik még előtte állnak a dialízis előtt. Azoknak szerveztük ezeket a előadásokat, akik érdeklődnek ezek a témák iránt, illetve szeretnének az egészségükre egy kicsit vigyázni. Nyíregyházán is kezelik a betegeket a hét minden hétköznapján. A vese szerepe fontos a folyadékkiválasztásban, a vérnyomás szabályozásban és a vérképzésben is. Időskorban a szerv tömege változik és a funkciója is romlik, ezért is veszélyeztetett a 65 év feletti korosztály. Tavaly 12 ezeren kaptak vesepótló kezelést hazánkban, és 343 vese átültetést végeztek. Szabolcs megyében pedig csak idén már 82 transzplantáció történt. 2011-ben aláírtunk egy szerződést az Eurotransplanthoz való csatlakozásról. Ez 2012. januárjában elkezdődött, és 2013. július 1-től teljes körű tagjai lettünk az Eurotransplantnak. 8 ország van ebben benne. Ausztria, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Szlovénia, Horvátország és Magyarország. Tehát egy lényegesen nagyobb társaságban vagyunk, és lényegesen könnyebb a megfelelő vesének a kiválasztása. Az Eurotransplant főleg a veszélyeztetett, hiperimmunizált betegeknél, a gyerekeknél, a sürgősségi vese átültetéseknél játszik szerepet. A szakember hozzátette, mérsékelt sófogyasztással, rendszeres vérnyomás és vércukorszínméréssel kiszűrhető a betegség. De fontos egy 8 tételből álló alapszabály betartása is, amelynek kiemelt része a fit életmód. Diétás étkezéssel, gyógyszeres kezeléssel pedig egyensúlyban tartható a már diagnosztizált vesebetegség is. Ellenőrizni fogják a Romániával határos megyékben az egészségügyi dolgozók kanyaró fertőzés elleni védettséget biztosító oltásának dokumentációit, erősítette meg a hírt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tiszti főorvos televíziónknak. A hivatalos információk szerint, akik 1969 és 1989 között születtek, egy oltást kaptak. A teljes kanyaró elleni védelemhez viszont két oltás szükséges. Dr. Zalcman Marianna elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem találtak megbetegedést, de fokozott a figyelem. Eddig 9 laboratóriumi vizsgálattal is bizonyított esetet regisztrálnak itthon, de a szomszédos országban járvány van, figyelni kell a fertőző betegség jeleire. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyelőre nem fordult elő kanyaros megbetegedést, nem tudunk legalábbis róla, de fokozott a járványügyi szörvajansz. Oda kell figyeljünk, nem beszélve róla, hogy a kanyaró egy nagyon ragályos megbetegedés, és megvan az a bizonyos esetdefiníció, ami esetében minden orvosnak
a megbetegedés kialakulására, vagy a gyanújára fel kell figyelnie. Tehát amennyiben láz, kiütés, és emellett esetleg nátha, köhögés, vagy kötőhártya gyulladás jelentkezik, akkor a gyanújára gondolnunk kell a megbetegedésnek. Az MSZP szerint törvénytelen volt a nyíregyházi kórház rekonstrukciójával kapcsolatban 2010-ben a megyei önkormányzat által meghozott döntés, amelyben a tervezési munkálatokkal korábban megbízott cég helyett egy másik társaságot választotta ki erre a munkára, jelentette ki az ellenzéki párt megyei elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján. Veres János hangsúlyozta, ezt egy jogerős bírósági ítélet is alátámasztja, amiben a bíróság több mint 400 millió forintos kártérítésre kötelezte a kórház akkori tulajdonosait, illetve a megbízást elnyert céget. A szocialista politikus szerint az eredetileg megbízott társaság 252 millió forintért készítette volna el az új kórház terveit, addig a másik több mint 500 millió forintot kapott ezért a munkáért. Miután a bírósági végzés arról szól, hogy több mint 400 millió forintos kártérítést kell fizetni egy elhibázott döntés miatt, és ennek jó része közpénz, ezért azt szeretnénk elérni, hogy nevezze meg a megyei önkormányzat vezetése, nevezze meg a kórház vezetése azt a szemét, vagy azokat a személyeket, akik ezt a törvénytelen döntést 2010-ben meghozták. Szeretnék tudni, hogy ki volt az, aki nem elég körültekintő módon hozott egy olyan döntést, amelynek eredményeképpen most a bíróság több mint 400 millió forintos kártérítési kötelezettséget állapított meg jogerősen. Az MSZP tájékoztatóján elhangzottakra Sesták Oszkára a megyei közgyűlés elnöke közleményben reagált. Ebben az áll, a hivatkozott eljárásban a megyei önkormányzatot a bírósága perből elbocsájtotta, ezért jelenleg az ügyről közvetlenül nem rendelkezünk információkkal. A perben a bíróság megállapította, hogy a szerződésbontás jogszerű volt. A megyei önkormányzat 2010-ben azért volt kénytelen szerződést bontani a tervezési munkálatokkal korábban megbízott céggel, mert az a szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőre nem teljesítette. A bírósági eljárás tárgya nem a szerződésbontás jogszerűségének vagy jogszerűtlenségének megállapítása volt, hanem az, hogy az új tervező cég megsértette a korábbi tervező szerzői jogait. A 2010-ben meghozott szerződésbontó döntés közvetlenül nem áll összefüggésben a mostani szerzői jogokat sértő marasztalással. Az új tervezési munkálatokkal megbízott cég lényegesen több feladatot is teljesített, mint a korábbiakban megbízott tervező cég. A megyei önkormányzat tekintetében tehát a bíróság semmilyen kártérítési felelősséget nem állapított meg, áll a közleményben. Elindult a táncos és próbavezető alapszak a Nyíregyházi Egyetemen ettől a tanévtől. A Magyar Táncművészeti Főiskola kihelyezett képzésén jelenleg 25 hallgató tanul, akiket mostantól egy teljesen felszerelt táncterem segíti a tanulmányaikban. Az egyetemen mintegy 20 millió forintból kialakított terem a gyakorlati foglalkozásoknak és a próbáknak biztosít majd helyet. Zenés produkcióval avatták fel a Nyíregyházi Egyetem új tánctermét. A tanári étkezdéből kialakított helyiséget ezentúl azok a táncosok és próbavezetők fogják használni, akiket 2016. szeptemberében vettek fel a Táncművészeti Egyetem kihelyezett nyíregyházi alapszakára. A terem ünnepélyes átadásán a felsőoktatásért felelős államtitkár jó példának nevezte a két intézmény együttműködését, kitérve arra, hogy a három lehetséges vidéki helyszín közül elsőként Nyíregyházán indulhatott el ez a három éves alapképzés. Nem tipikus az egyetemek együttműködése, hiszen egy egyetem az egy autonóm szervezet, aki tudja azt, hogy neki mit kell tennie. Ennek ellenére Magyarország nem nagy ország. Annyi mindenkivel kell versenyeznünk, hogy meg kell fontolnunk azt, hogy valóban egymással is ez a verseny ez értelmezhető, különösen olyan területeken, ahol inkább kiegészítjük egymást. Azért nagyon jó példa egyébként ez a mai rendezvénynek, a teremnek a megnyitása, hiszen két egyetem hozott létre együtt egy olyan képzést, ami viszont nagyon sikeres. Mind a két egyetem betette a saját részét, és kiegészítik egymást. Üzenet is ez a többi felsőoktatási intézménynek, hogy az együttműködésben egy csomó lehetőség rejlik. A néptánc specializációval kiegészített alapszak a keleti országrészből és a határon túli területekről érkező néptáncosok, oktatók és társulatvezetők szakirányú felsőfokú képzését is lehetővé teszi.
A Népzene és Népi Kultúra tanári szakunk mellett most már itt a Nyíregyházi Egyetemen, igaz, hogy telephelyen, de azért magunkénak tudjuk, a tánc és próba vezető alapképzési szak, ugye a Magyar Táncművészeti Egyetem szakjának néptánc specializációját. Tehát itt Budapest után ez a második olyan város, vagy hát a másik olyan város, inkább úgy mondanám, az országban, ahol az alapfoktól a felső fokig a népi hagyományok ápolása minden területen jelen van, kiegészítve természetesen a civil szervezetek munkájával, a nagy néptáncegyüttesek és zenei együttesek produkcióival. A szakon jelenleg 25 hallgató tanul, mindannyian teljesítették az első egyetemi fél évet. Tulajdonképpen ugyanazt tanulják a hallgatók, mint a Budapesti Képzési Központban. A tanterv úgy épül föl, alapvetően két részre tudjuk osztani, egy gyakorlati, illetve egy elméleti képzésre. A tantárgyaknak a javarésze gyakorlati jellegű, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelvterület, dialektus területei táncos sajátosságait tanulják a hallgatók. Ehhez kapcsolódóan pedig mindenféle elméleti tantárgyal meg van tűzdelve a képzés, ami azt jelenti, hogy a néprajz, a gyermekjáték, a folklorisztika és minden olyan a művelődés, elmélet, művelődés, történet tantárgyak megjelennek a képzésben, ami szükségesek ahhoz, hogy teljesen komplex képet kapjanak a hallgatók a magyar folklórban. A képzés államilag finanszírozott, illetve önköltséges formában is elérhető. Az oktatáshoz szükséges új próbatermet a Nyíregyházi Egyetem, míg a tanárok nagyobb részét a Magyar Táncművészeti Egyetem biztosítja. Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres lakóház ma kora reggel Nyíregyháza külterületén a Vizsla utcában, közölte a katasztrófavédelmi igazgatóság. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt, de a ház lakhatatlanná vált. Az ott lakó elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A tűz keletkezési okát még vizsgálják. Interaktív színdarabként mesés lovagi tornát tartanak a Nyíregyházi Színházban. Az új Sárkányölő Krisztián című darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nyíregyházi résztvevője is lesz a hétvégi Dobó Európa kupának. A diszkoszvető Szikszai Róbert edzője Kerekes László társaságában utazik a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. Bár két győztes meccset követően a legutóbbi mérkőzésen két pontos vereséget szenvedett a Sunshine Nyikse, a nyíregyházi csapat a rájátszást jelentő hetedik helyen áll a férfi kosárlabda ND2 keleti csoportjában. Interaktív színdarabként mesés lovagi tornát tartanak a Nyíregyházi Színházban. Az új Sárkányölő Krisztián című darabot Bal József rendezi. A direktor és a darabban játszó négy színész ma tartotta első próbáját. Janik László eredetileg bábjátéknak íródott mesejátéka emberjátékkal formálódik a teátrumban, miközben a nézőtéren ülő gyerekeket is bevonják a színházi pillanatokba. Rövid, frappáns, gyermekeknek szóló szövegkönyv alapján formálódik a Móricz Zsigmond Színház legújabbja. A művésztúdióban a Sárkányölő Krisztiánt próbálják, Dézsi Darinka, Ijés Ákos, Rák Zoltán és Kosik Anita játszik majd a gyermekeknek szóló új darabban. A Sárkányölő Krisztián rendezője Bal József egy vándormesét visz színpadra, a cél egy interaktív előadás megvalósítása, miközben a hős az elrabolt királylányt próbálja kiszabadítani a Sárkánymarka közül. Ez egy beavató előadás, olyan értelemben, hogy fölkerül egy emberke a színpadra, és egyszerűen a színpad díszletei között különböző színészi feladatokat hajt végre. Tehát nem úgy interaktív, hogy ez egy oda-vissza csatolásos dolog, hanem kiegészülünk egy civil szereplővel. De azért az interaktivitás megvan, hiszen folyamatos a kapcsolat, a kommunikáció, a közönség és a színészek, illetve a színpadon levő gyerek között. A szerdai olvasópróba után ma tartották az első próbát a művész stúdióban. A négy színész a darabbal együtt formálódik, a történet még alakul, a kivitelezés pedig a rendező elképzeléseihez és a mesejáték szövegében rejlő humorhoz idomul. Teljes mértékben biztos nem vagyok abban, hogy mit fogok játszani, ugyanis még találjuk ki, hogy pontosan hogy lenne a legideálisabb, hogy most akkor van benne például törpe, vagy regős, tehát regős az mindannyian leszünk. Regős János, ő egy ilyen tulajdonképpen narrátor, tehát aki elmeséli, hogy mi történik, aki be fogja vonni a gyerekeket.
Törpe nagyon valószínű, hogy leszek, ami például egy nagyon-nagyon érdekes szituáció, ugyanis azt nem csak egyedül fogom megoldani, azt, hogy én kicsi legyek, tehát valószínűleg egy paraván segítségével úgy kis kezet, kis lábat fogunk megalkotni, az egy ilyen vicces helyzetnek ígérkezik, bár nagyon-nagyon nehéznek. A próba közben az is felvetődött, hogy nem is biztos, hogy megölik a címszereplő sárkányt, de konkrétum csak a Sárkányölő Krisztián április 14-i bemutatója után derül ki. Ausztrál napot tartottak a nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban. Az oktatási intézmény idén már harmadik alkalommal szervezett tematikus nemzeti napot. A diákoknak többek között az ausztrál nagykövetség helyettese, valamint egykor Ausztráliában élők meséltek élményeikről. A tanulók aktív részesei voltak a napnak, hiszen ausztrál ételeket készítettek, őslakosoknak öltöztek be, rögbiztek, és Ausztráliában őshonos kígyókkal, pókokkal ismerkedtek. 2 éve Amerika napot tartottunk, tavaly pedig Japán napot, idén Ausztráliára esett a választásunk. Az aulába egy kedves diák behozta az állatait, van skorpió, boa és pók is, ennek nagyon örültek a többiek. Vannak osztályok, akik ausztrál különleges ételeket hoztak, van édességtől kezdve hamburger, hotdog. Az ebédlőben pedig ausztrál játékokat ismertetünk meg a diákokkal. Nyíregyházi résztvevője is lesz a hétvégi Dobó Európa kupának. A diszkuszvető Szikszai Róbert edzője Kerekes László társaságában utazik a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. A versenyt követően csatlakozik hozzájuk Káplár János és Kerekes Dóra, hogy 2 héten keresztül edzőtáborozzanak Tenerifén. Március 11-én és 12-én a Kanári-szigetek 2 városában, Las Palmasban és Santa Luciában rendezik meg a Dobó Európa kupát. A 12 versenyzőt számláló magyar válogatottban ott lesz a nyíregyházi Szikszai Róbert is. A junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes diszkoszvető ezúttal már a felnőttek között igyekszik helytállni. Mivel januárban és februárban a rendkívüli hideg miatt nem tudtak a szabadban edzeni a nyíregyházi dobóatléták, valamennyien kihagyták a téli dobóbajnokságot. Így Szikszai számára is kérdéses, hogy milyen eredményre lesz képes Las Palmasban. Első verseny lesz, hogyha mindenféleképpen egy ilyen felmérő jelleggel, egy olyan 58 méter, 59 méterre elégedetlenül lennénk. Ugye egy 28 fok körül van kint a hőmérséklet, tehát az ideálisabb lesz, mint itthon. Most kezdtük a dobásokat, egy olyan másfél hete, eddig bent végeztünk erősítő munkát, illetve a szögdeléseket, úgy érzem, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy már reménykedem, hogy jól dobok. Kerekes László edző elmondta, hogy a korábbinál eltérő felkészülésből is igyekeztek előnyt kovácsolni. Fizikálisan sokkal előrébb tartunk, mint a hasonló időszakokban. Ugye köszönhető az annak, hogy nem tudtunk annyi dobást elvégezni, amit eddig megtettünk, ezért sokkal jobb fizikai állapotban vannak. Bízom benne, hogy ez majd a technikai felkészülés során is fog jelentkezni. Káplár János is abban bízik, hogy a szabadtéri szezonban profitálni tudnak majd a januári és februári edzés munkából. Őszintén szóval kicsit szokatlan volt, bár azt, ha úgy vesszük, akkor igazából bent technikáztunk. Aztán bízok benne, hogy ebbe az évbe talán ez a sok technikázás majd meghozza az eredményt. De egyébként igen, egy kicsit furcsa volt, hogy a tavalyi évhez képest, hogy mindig volt 10 fok legalább kint, és akkor most mínusz 20 fokból nem lehetett kijönni dobni. Hát bízunk benne, hogy ez az év vagy a technikázások miatt majd jobban sikerül, mint a tavalyi év. Az Európa kupát követően Szikszai Róbert és Kerekes László mar a Spanyolországban, ahol csatlakozik hozzájuk Káplár János és a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra. Az edző és a 3 versenyző 2 héten keresztül Tenerifén készül majd az áprilisban induló szabadtéri szezonra. Bár 2 győztes meccset követően a legutóbbi mérkőzésen 2 pontos vereséget szenvedett a Sunshine Nyikse, a nyíregyházi csapat a rájátszást jelentő 7. helyen áll a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. Kovács Tibor együttese az alapszakaszból hátralévő 3 fordulóban szeretne előrébb lépni a tabellán. A végéhez közeledik az alapszakasz a férfi kosárlabda NB2-ben. A Sunshine Nyikse együttese a legutóbbi 3 meccséből 2 megnyert, 1 pedig elveszített. A nyíregyházi gárda hazai pályán magabiztosan 69-48-ra verte a Békés Csabát, majd mezőberényben is győzött 64-49-re Kovács Tibor együttese.
Legutóbb a Bánki csarnokában a Ceglédtől 52-50-re kaptak ki Horváth Bencéjék. A vereség annak ellenére is fájó, hogy ezúttal is többen hiányoztak a hazai csapatból. Nem tudtunk a legtöbb esetben kiállni teljes csapattal, és itt elsősorban ezek a mérkőzések, ahol szoros mérkőzésen veszítettünk. Gondolok itt a szentesi idegenbeli 5 pontos vereségre, Debrecenben 1 pontos vereségre, illetve hát itt most a legutóbbi 2 pontos hazai vereségre, mert hol a centerposzton sajnos sérülés miatt a Farkasinszki Gabi hiányzott, hol Asztalos István a centerposztról, hol egyetemi mérkőzések miatt a főiskolások, egyetemisták hiányoztak. Csempesz Balázs is nagy örömünkre csatlakozott a csapatunkhoz. Ő is azért munkahelyi elfoglaltságok mellett, ahogy tud, itt van a mérkőzéseken. Ő neki még erőnléti problémái vannak, úgymond, de a tudása, ami a fejben, illetve a kezében megvan, az pótolhatatlan és nagy értéke a csapatunknak. Nagyon sajnáljuk, hogy így a nem teljes kerettel tudtuk ezt a bajnokság ezen részét lejátszani, van bennünk egy kis hiányérzet. A Sunshine Nyikse a rájátszás jelentő 7. helyen áll a bajnokságban, de a nyíregyháziak jelentősen szeretnének előrelépni a hátralévő meccseken és a rájátszásban. Tavaly 8. lett a csapatunk újoncként, most reális célként azt tűztük, hogy próbáljunk az első 6-ban végezni. Ha a reális papírformát nézzük, és igazából ezen a 3 mérkőzésen, az utolsó 2 mérkőzés, mind a 2 debreceni csapat ellen van, bármi lehet. Idegenben a Gyulát azért szeretnénk megverni, nem lebecsülve őket, de a papírforma a mi sikerünket mutatja. Én azt gondolom, akkor biztos 6-ok vagyunk, de azért szebb álmaink vannak. Ezt már a csapattal is beszéltük itt a hét elején. Talán kimondom, szeretnénk dobogóra jutni. A Sunshine Nyikse pénteken, Gyulán lép pályára, majd jövő csütörtökön a DK Deacot fogadják a nyíregyháziak, akik március 27-én a debreceni Zitzel Tigrisek otthonában zárják az alapszakaszt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Idén már 82 vese átültetés történt Magyarországon. A vesebetegség nem csak hazánkban, világszerte is népbetegségnek számít. Kialakulásánál kockázatot jelent az elhízás és a magas vérnyomás. Európában elhízás szempontjából az első helyen Magyarország szerepel. Elindult a táncos és próbavezető alapszak a Nyíregyházi Egyetemen ettől a tanévtől. A Magyar Táncművészeti Főiskola kihelyezett képzésén jelenleg 25 hallgató tanul, akiket mostantól egy teljesen felszerelt táncterem segíti a tanulmányaikban. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 9-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Este egy újabb hidegfront éri el hazánkat nyugat felől, ez alakítja pénteken időjárásunk. Éjjel átmenetileg csökken a felhőzet, majd késő estétől beborul az ég. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Az éjszaka második felében egyre több felé várható eső, zápor, a szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 + 1 fok között alakul. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső zápor egyaránt előfordulhat, az északi szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén már szárazabb levegő érkezik fölénk, így az időnkénti felhűsödés mellett már hosszabb napos időszakokra, elvétve még futózáporokra számíthatunk, az erős szél azonban vasárnapra mérséklődik. A jövő héten frontmentes időnk lesz, hosszabb napos időszakokkal, erőteljes gomoly felhő képződéssel, futózáporokkal. Éjszaka sokfelé fagypont alá csökken a hőmérséklet, napközben viszont enyhe időre számíthatunk. A hét második felében kevesebb helyen várható majd csapadék és enyhül az idő.